Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Holod Attila, energiaszakértő, és minden, ami ezzel jár. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Adásunkkal egy időben már tudjuk, hogy több száz halott van, és több száz sebesült a törökországi déli és északi részeken, sőt, Szíriába is nagyon sok épület összedőlt, és ott is 60 idáig az előkerült halottak és a sérültek száma ott is nagy. Egy ilyen nagy földrengésnél, ami a Richter skálán a 80 felül van, feltörnek maguk a meleg vizek, a gázok és az olajak is? Nyilván megjelenik ilyenkor, mert ugye ilyenkor azt kell látni, hogy ezek a hatalmas nagy tektonikai lapok elmozdulnak egymáshoz képest, ez okozza magát a földrengés, és ahogy elmozdulnak, ilyenkor szabaddá válhatnak azok a csatornák, hogy a kőolaj és földgáz, meg éppen a vízbázisokból ott zárt területen voltak, hogyha elmozdul, akkor megjelenik, és ugye azonnal a kisebb nyomású hely felé elindulnak ezek a fluidumok, ahogy mi szoktuk mondani, és akkor esetleg még a felszínt is elérhetik olykor. Akkor a Szíriával és Törökországból gyorsan repüljünk az ön lakhelyétől alig 20 kilométerre, Hajdúszoboszló a lakhelye, a 20 kilométer az plusz-minusz Debrecen. Ez egy politikai pankráció, vagy itt tényleg veszély van? Politikai pankrációnak nem nevezném. Abból a szempontból mindenképpen van egy politikai felhangja, hogy természetesen, ahogy ilyenkor szokott lenni erre, mindenki mondjuk úgy, hogy belekapaszkodik mindenki, akinek ezzel politikai, így van, autostopként rá csatlakozik, és a saját politikai hasznosságát, vagy éppen elképzeléseit, pecsenyét megpróbálja ezzel sütögetni. Az alapprobléma az az, hogy az a fajta társadalmi egyeztetés és a társadalmi és szakmai egyeztetés az elmaradt, mint ahogy a mostani kormánynál eléggé jellemző módon, gondoljunk csak vissza annak idején a Paks 2-ről született döntésről, ami szintén úgy megelőzte a kocsi a lovakat. Igen, de hát a döntés megszületett, de még nyomát sem látjuk a... Hát ugye ez az alapprobléma. Pedig is... már Debrecenben is kéne az energia, amit termel. Pontosan. Tehát termelne. Ugye a debreceni ipari területen történő fejlesztések azok gyakorlatilag 4-500 megawattnyi plusz energiát igényelnek. Sőt, hogyha összeadunk minden jelenleg folyó ilyen csak az akkumulátor gyárakhoz szükséges plusz energia mennyiségét, az bizony azt jelenti, hogy nagyjából 50%-kal meg kell növelni az energia felhasználásunkat. Villamos energiáról beszélek, és természetesen ezekhez még nagy mennyiségű gáza is szükség van a szárítási tevékenységhez, és akkor a vízről, meg a termőföldről is beszéltünk. Tehát annyira összetett egy ilyen nagy létesítménynek a létrehozása, hogy mindenképpen úgy lehet elébe menni az ilyen jellegű politikai pankrációnak, ahogy ön nevezte, hogyha történik róla legalábbis a szakmai és a civil szervezetek szintjén valamilyen vita. Így sem lesznek elégedettek a környékbeli lakók, hiszen hát gondoljunk bele, ez mindig úgy szokott lenni, hogy a rossz dolgok azok, amik mással történnek, és a rossz dolgok hozzánk ne jöjjenek, menjenek máshova, de természetesen azért szükség van az akkumulátorra, hiszen az elektromos autóknak most éljük az igazi nagy reneszánszát, csak ne nálunk legyen, hanem legyen máshol, ugye minden rossz dolog. Itt az alapprobléma nem az, hogy most rossz vagy nem rossz, hanem hogy mennyire tudja biztosítani a helyi hatalom és a helyi szabályozási rendszer azt, hogy ez valóban egy kontrollált, monitorozott módon úgy történjen, hogy ennek minden egyes alkotóelemét, ami kikerülhet esetleg a környezetbe és veszélyeztetheti az ott élőknek az életét, vagy éppen akár a talajban lévő vizeknek a szennyezettségét, akkor ezeknek legyen egy folyamatos ellenőrzése, és hogyha feltár az ellenőrzés valamilyen anomáliát, akkor történjen valamilyen intézkedés. Na de hát ez egy ilyen nagyon furcsa dolog. A helyhatóságnak az is nagyon fontos, hogy mennyi iparűzési adót szed be. Egy ekkora létesítmény legalább megduplázza majdnem a helyhatóságnak a bevételeit. Feltéve, hogyha a helyhatóságnál marad az iparűzési adó. Ugye csak gondoljunk bele a Gödi ipari területre, amit a kormányzati kiemelt területé nyilvánított, így nem a Gödi önkormányzathoz folyik be ennek az iparűzési adó tartalom része, hanem a kormányzathoz. Nagy valószínűséggel egy ilyen sokszorosát, tehát a Gödi gyárhoz képest jóval nagyobb gyárról beszélünk, most nem is összevethető a kettőnek a nagyságrendje. Ebből következően ez
kiemelt kormányzati beruházás, kiemelt kormányzati bevételeket fog ez jelenteni, ha jelenthet, csak hogy éppen annak vagyunk a szemtanúi, hogy a kormányzat nagyon komoly pénzösszegekkel támogatja ezeknek a gyáraknak az időjövetelét, elsősorban azért, mert az idehozott gyár nagyon nagy számmal fog megjelenni a GDP növekedésbe. De valójában tényleges haszon a kormányzat, így a magyar állam részére nem fog történni, sőt, még inkább fizetünk érte, hogy ott szülessenek munkahelyek, szülessenek. Ha a németországi nem csak zöldre festett, hanem nagyon keményen zöldek, Tüningiába nagy ovációval felavatták ezt a gyárat. Ha nekik jó, akkor nekünk miért nem jó? Mert ezt nem így érdemes kezelni, hanem úgy, hogy például milyen a német és a magyar szabályozás nem csak a papíron, hanem a tényleges betartás. A Németország ilyen szempontból eléggé poroszos. Tehát az ottani hatóságok... Náluk nem lehet, azt gondolom nálunk sem. Így van. Tehát ami náluk nem lehet, azt nálunk se lehet. Ne. Viszont van. Tehát éppen a Gödi gyárnak a környezetvédelemhez való viszonyából látszik az, hogy azok a monitoring kutak, amelyeknek az lenne a feladata, hogy figyeljék a talajszennyezést, a talajban lévő vízbe kerülő szennyezőanyagokat, ezeket gyakorlatilag nem ellenőrzik, és már van is köztük, amelyeket egyszerűen felszámoltak. Na de tehát könyörgöm, az ellenőrzés látott ön tüntetőket azért, mert ezeket a kutakat nem ellenőrzik? Hát volt Gödön, volt már ezzel kapcsolatosan több megmozdulás. Nyilván nem olyan méretű, mint Debrecen, mert azért Göd egy sokkal kisebb település, de azért a Göd és a Göd környéki településeket ez érinti. Tehát akkor, hogyha az ellenőrzés lenne, tehát hogyha ugyanazokat a védelmi rendeleteket betartanák, amik Tünigiában vannak, akkor nem lenne probléma? Nyilván probléma akkor is lenne, és tüntetés is lenne, csak akkor lenne mivel érvelni. Tehát itt az alapprobléma az az, hogy nem hiszik el az emberek, hogy a magyar hatóságok képesek a, mondjuk úgy, hogy a hivatásuk csúcsán állva megfelelni azoknak az előírásoknak, amelyek egyébként léteznek nálunk is, hiszen Magyarországon pontosan ugyanolyan előírások vannak, mint az Európai Unió más tagállamaival, csak ezt be kell tudni tartatni. Hogyha egy ilyen beruházásra azt mondják, hogy kiemelt kormányzati beruházás, megkapja ezt a stratégiai pozíciót, akkor az ellenőrzésnek a szigorúsága is enyhül, és ez az alapprobléma. Hát akkor az ellenőrzést kell szigorítani. Hát hogyne, természetesen. Tehát itt igazából én sose voltam híve annak, hogy a lakosság döntsön olyan műszaki és egyéb gazdasági beruházások, amihez nem az a baj, hogy nem ért. Nem is rendelkezik annyi információval, amivel szüksége lenne. De hogyha Hajdúszoboszló polgármestere úgy döntött, hogy ő nem ért ehhez, és megbízható szakembereket kerestek, akik helyettük megnézi, hogy mennyire veszélyezteti ez az ő létüket, az ő termálvizeket, akkor itt sem a tömegnek kéne, hanem a városnak megfelelő szakember. Természetesen ez egyértelmű. Itt az alapprobléma az az, hogy meg lehetett volna előzni például a szakértői jelentéseknek a nyilvánosságra hozatalával, annak mondjuk megszervezni egy társadalmi vitát, hogy jó, akkor magáról egy-egy szakértői részről vitassuk meg, hogy mit állapított meg a szakértő, milyen bizonytalanságok, milyen kockázatok, annak milyen kezelési módjai vannak. Ez most már túlélt? Hát ez most már egy kicsit túlmentünk rajta. Tehát azt gondolom, hogy mivel megszületett a kormányzati döntés, így például a helyi önkormányzati vezetők is kicsit futnak már a dolog irán után, mert ők ebbe azt látják, hogy ez egy nagyszerű beruházás. Debrecen környéke felíródik mondjuk a világ akkumulátorgyártó térképére. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy... Mit? És ettől olcsóbb lesz a tej? Hát én nem gondolom, hogy a tej olcsóbb lesz, viszont, hogy mondjam, tehát mindenképpen jelzi azt, hogy Magyarországnak a GDP növekedéséhez hozzájárulnak. Én amikor azt kérdeztem, hogy olcsóbb lesz a tej, hogy ettől a tehenészet, a mezőgazdaság a környéken biztos, hogy nem. Ugyanúgy tud-e működni? Hát ugye ez az alapprobléma. Hát itt azért nagyon komoly termőföldeken történik ez a beruházás. 40-46 aranykoronás termőföldeken, mind az akkumulátorgyár, mind a BMW gyár beruházása is. Ezért sokkal jobban meg kellene fontolni azt, hogy nekünk, hiszen mi azért mégiscsak valamikor akkor egy ilyen termőföldre büszke ország voltunk. De hogyha voltunk. Például, mit tudom én,
a Hortobágyon lenne, ahol esetleg nem terem annyi minden. A Hortobágy az nemzeti park, vagy nem az lehet Alföldön, akkor ott is találnánk kifogásokat. Nyilván kifogást mindenütt lehet találni. Itt az alapprobléma az az, hogy hogyan tudjuk úgy megnyugtató módon rendezni a szabályozást és az ellenőrzést, hogy valóban tudjuk garantálni, hogy a veszélyes anyagok ne kerüljenek ki a környezetbe, illetve a szükséges de energia miért gondolja, és forrás nekem megérteni? Miért gondolja XY, hogy ugyanaz a szakember, ő neki nem annyira fontos a magyar ember egészsége, mint neki saját magának, hisz ő is egy a társadalommal. Hát ugye ez egy borzasztó érdekes kérdés, hogyha belegondolunk abba, hogy vártuk annak idején a rendszerváltást, ezt mindenki csak úgy gondolta, hogy neki mennyivel lesz több. Az, hogy ez többet hoz-e például az országnak, vagy nem hoz, ez mindig csak akkor, amikor olvassuk az újságban, akkor kihúzzuk magunkat büszkén. De valójában az, hogy bíznak-e a szakemberekbe, vagy se, az nagyon erős, hogy mondjam, hitelességi deficit kérdése. Hogyha deficit azt akarja mondani, hogy az olyan szakemberek, mint ön, akkor hitelességi deficitben vannak? Én azt gondolom, hogy én pontosan azért megyek el mindenhova elmondani, lehetőleg értelmezhető módon és a köznapi ember számára is érthető módon a dolgokat, hogy ez a hitelesség, ez erősödjön. Így van. Akkor most mi lesz a vége? Tényleg nem lesz vízünk? Tényleg megfertőződünk? Hát itt az a kérdés, hogy egyszerűen a táncrendet nem megfelelően tartotta be. Nem megfelelően tartotta be a táncrendet, meg kellett volna hamarabb tenni ezeket a vitákat, lehetőséget kellett volna arra tenni, hogyha fölmerülő és valóban valid kérdések vannak, azokra megfelelő válaszok szülessenek, és hogyha ezzel meg tudjuk nyugtatni, persze így is lesznek ellenzők, de utána ennek fényében lehetett volna azt mondani, hogy igen, és garantáljuk azt, hogy olyan szigorú ellenőrzéssel fogjuk biztosítani a lakosság számára azt, hogy ne legyen környezeti és lakókörnyezeti szennyezés, amiben az emberek kellene, hogy higgyenek. Én ezt nagyon szomorúnak tartom, hogy nem hisznek az emberek, de ennek nyilván oka van, méghozzá az, hogy láttak ennek ellentételezése, vagy ezzel ellentétes működéseket, és ez nagyon szomorú. Értem. Akkor foglalkozunk egy picit az energiaiparral. Jó. Ez is energiaipar igen, volt, hiszen akkumulátor. Napjainkban hatalmas szélviharok voltak. Ha lennének nekünk ezek a darálóink, ahogy én hívom őket, ezek a szélerőművek, akkor most hatalmasan beljebb lennénk az energia hiányban? Én azt gondolom, hogy azért néhány nap szélvihar azért nem segíti ki, sőt, ilyenkor ezeket az erőműveket vissza is szokták korlátozni, hiszen az sem jó, hogyha túlpörög, tehát a szélviharok igazából nem kedveznek, olyankor fékezik is ezeket a szélkerekeket. Ugyanakkor az mindenképpen, és a kérdésben rejlő szándékot értem, igen, Magyarországon mindenképpen felül kellene vizsgálni azt, hogy szélerőműveket lehessen engedélyeztetni. Ugye jellemzően azt szoktam mondani a kormány, hogy nálunk nem alkalmas a szélerőművi termelése az országnak a geográfiai elhelyezkedése. Ez nem igaz. Azt kell megnézni, hogy a szélerőművek kihasználtsága a beépített teljesítményhez képest 24-26%-os, míg a naperőműveké, amiről azt gondolja mindenki, is rendszeresen látunk ugye ilyet, hogy telepítenek, annak olyan 14-16%. Tehát több mint 10%-os többlet kihasználtsági hatékonyságot tudunk elérni szélerőművekkel. Mindenképpen megfontolandó, hogy újra ezt a szabályozást újra gondolják, és az új energiaügyi miniszter ezt jelezte is, tehát én azt gondolom, hogy már a kormányzat is érző, hogy szükség lehet ezekre az energiaforrásokra. Jó híreket hallottunk dr. Holoda Attilától. Bízunk benne, hogy mielőbb viszont látjuk, hogy érthető magyar nyelven elmagyarázza nekünk, hogy hol mi történik, és akkor lehet, hogy egész másképp fogunk reagálni. Nagyon bízom benne. Köszönöm, hogy rendelkezésre állt. Köszönöm a meghívást. Szép napot és jó hetet. Előzetesek is érkezik dr. Vejkei Imre, országgyűlési képviselője a KDNP-nek. És vele érdekes dolgokról fogunk úgy szintén beszélgetni, tartsanak velünk.